A tavaly nyári úszótáboroknak köszönhetően jelentősen megnőtt a szakág létszáma, emellett az elért eredmények hatására egyre több támogatásra, és ezek következményeként egyre több fejlesztésre számíthat a nyírsuli, így a korábbi szakágvezető Túróci Róbert mellékállásban már nem tudta ellátni a szakágvezetői feladatokat. Az új szakágvezető Gyula Sándor a 70-es évek elejétől a 80-as évek végéig már dolgozott a nyíregyházi úszósportban. Szívesen tértem vissza, mert nagyon sok pozitív kezdeményezést látok. A magyar állam nagyon sok pénzt költ az úszósportra, és nagyon sok jó programot írt ki a MUSZ. Többek között a jövő bajnokai programot, minden gyerek tanuljon meg úszni, és ebbe szívesen kapcsolódok be. Az elsődleges cél az, hogy minél több gyereket tanítsunk meg úszni, legyen, váljon egészséges felnőtt belőle, és ezen a széles bázison úgy gondolom az utánpótlás sport is nagyon sikeres lehet, és szeretném, ha nagyon jó válogatott versenyzőink lennének. A harmadik pillér az elképzelésének pedig az edzőknek a képzése. Olyan főiskolás csoportot gyűjtünk magunk köré, akiket tanítva talán az edzői utánpótlás is tudnánk biztosítani, hiszen ne felejtsük el, hogy a siker edzőink Szűcs Csaba és Varga Tamás is így kezdte a munkáját. A szakágvezető elmondta, nagyon fontos lenne az, hogy a jelenlegi három helyszín helyett egy fedett 50 méteres medencében készüljenek az úszók. A tervek szerint a Sóstói nagymedence fölé hamarosan tető kerül, azonban az úszók körülményei addig is javulnak, a szövetség 7 millió forintos támogatásának köszönhetően ugyanis saját öltözőket kapnak a sportolók.